Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök időben című hírháttérműsorunkat látják. Vendégünk a stúdióban Márki-Zay Péter polgármester. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Polgármester úr, buszügyben van-e fejlemény? Azt mi megnéztük, hogy az a cég, amelyik jelenállás szerint megnyerte a tendert, egy 1991-ben alapított társaság, tehát nem most jött létre, viszont főként kiránduló buszokat működtetnek, veszprémi cégről van szó. Ön csak azt mondta, hogy dunántúli cég. Igen, veszprémi cég, Balatonbusznak hívják őket. Ma fognak jönni hozzánk egyébként, tehát hamarosan többet tudok róluk, most még viszonylag keveset. Azt már most is tudjuk, hogy ők a jelenlegi szolgáltatói ár alá mentek 7 forinttal, míg a Joványbusz az jelentős emelést tett az ajánlatában. Én azt gondolom, hogy a Joványbusz úgy számolt, egyrésztről nyilván kapcsolatban vagyunk velük, és őket nagyon negatívan érintette ez a kimenetele a nyílt versenynek, de hát ilyen a verseny sajnos, hogy aki a legjobb árat adja, az nyer. De amit tudni kell, hogy nyilván a Joványbusz egy jelentős emelést adott be, és úgy tervezte, hogy most új buszokat vásárol, és ennek a fedezeteként akart emelni. Míg ez a cég, ez a jelenlegi szolgáltatójár alá ment, tehát így egy igen jelentős kilométerenként közel 100 forintos különbség alakult ki. Most már ott tartunk, hogy a szerződést is alá fogjuk írni, ahogy lejár a moratórium, az nagyjából most következik majd, és augusztus 1-től szolgáltatniuk kellene, úgyhogy kíváncsiak vagyunk, hogy minden feltétellel rendelkeznek-e, mindent megszereznek-e addigra. Tudni kell erről a társaságról azt, hogy ők itt egy 130 milliós megbízást elnyertek, ha úgy tetszik, akkor szinte önköltségi áron, tehát egy alacsony áron, de ennek a cégnek a nagy forgalma nem Hódmezővásárhely lesz, meg nem a kiránduló buszok szervezése. Ők tudomásom szerint mintegy 1,1 milliárd forintos, tehát ennek közel 10-szeresét bonyolítják a Lázár Jánoshoz tartozó Volánbusszal. Tehát, hogyha ezek az értesülések helyesek, akkor nyilvánvaló, hogy Lázár Jánosnak eléggé kiszolgáltatott, vagy ő neki eléggé bekötött partnerei lehetnek, amiből az is következik, hogy nyilván az indulásuk sem biztos, hogy teljesen véletlen és spontán, tehát könnyen lehet, hogy a vásárhelyi busztendert egy veszprémi cég az nem teljesen spontán ötlettől vezérelve pályázta meg. Mi örülünk neki egyébként, hogy ilyen jó árat adtak be, és ha minden jól megy, akkor ők szintén új, vagy viszonylag új buszokkal fognak szolgáltatni. Erről fogunk ma tárgyalni velük. Itt nálunk ez is egy példa arra, hogy teljesen nyílt verseny van, bárki nyerhet, és mindig a legjobb ár győz. Tehát aki a legjobb ajánlatot adja, az fog győzni mindig Hódmezővásárhelyen, azt természetesen elvárjuk, hogy a mi kiírásunknak megfelelően szolgáltasson, alacsony padlós, klímázott buszokkal szeretnénk, ez a kiírásban szerepel is természetesen, illetve ami nagyon fontos, hogy itt nem lehetnek késések, nem lehetnek járatkimaradások, ez a szerződésben természetesen szerepel. Aki ezt teljesíti, annak ugyanúgy, mint eddig, mi tisztességesen fogunk fizetni. A mostani ár, ajánlati ár az ugye 2 plusz 2 évre szól, tehát a város 2 év múlva hosszabbíthat velük. Az ár nem tartalmazza azokat az emeléseket vagy változásokat, amik a munkabér és az üzemanyag költségek miatt emelkednek, tehát úgy, ahogy eddig is az előző szerződésben a NAV által elismert üzemanyag norma az beárazásra kerül mozgóárként, ha úgy tetszik, illetve a béremelések is egy országos átlag béremelést figyelembe tudunk venni, tehát a város ezeket hajlandó megfizetni pluszba, és egyébként nyilván a most kialakult ár számunkra azt jelenti, hogy Vásárhelynek nem növekedni, hanem csökkenni fog a buszszolgáltatás költsége a következő 2 vagy akár 2 évben, tehát 4 évben. Nézőinknek el kell mondanunk, hogy ezt a beszélgetést délelőtt rögzítjük. A tárgyalás, amire utalt, az nyilván délután lesz. Igen. Viszont akkor kérdezném, hogy a híradó számára kaphatunk tájékoztatást? Igen, tehát hogyha ez a 2 órás találkozó után mondjuk 3 órakor, vagy 3:30-kor, 4 órakor keresnek, akkor természetesen szívesen nyilatkozom. Ha lesz fejlemény, nem tudjuk. Mi most egyelőre azt gondoljuk, hogy abban fogunk megállapodni, hogy mikor kezdenek. Szerintem augusztus 1-je lenne az ideális. Tehát, hogyha akkor tudnak kezdeni, akkor már szeretettel várjuk őket, és hát azt kívánjuk, hogy egy nagyon jó szolgáltatást nyújtsanak, legalább olyan jót, mint ahogy eddig a Joványbusz nyújtotta. Joványbusz megtámadta a most tendert? Tudomásom szerint nem, vagy mondhatnám, hogy még nem, de ők valóban, mondom, hogy próbálkoztak minden jogi lehetőséggel is.
Kérdés, még a jóvágybusznak a magatartását az befolyásolja, hogy ez ténylegesen elindul ez a szolgáltatás nyilván, illetve a jogi lehetőségeiket is mérlegelik továbbra is. Mi nyilvánvalóan megvédjük azt, hogy ez egy nyílt tender, és szabályosan jártunk elő, nekik persze voltak kifogásaik. Szerintük a győztes ajánlat nem mindenbe felelt meg a kiírásnak, de természetesen, ha nem felel meg és nem fog elindulni a szolgáltatás, akkor nem fogunk fizetni érte. Közlekedéshez tartozik az a hír is, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium honlapján megjelent, hogy elindult az Algyői Tiszahíd előkészítése. Ez az előkészítés gyakorlatilag a tervezést jelenti. A tervezésnek két szakasza van, egyrészt épülne egy új híd a jelenlegi mellé, kétszer egy sávon, és amikor az kész van, akkor a régi hidat felújítanák, és annak elkészülte után lenne kétszer két sávos a forgalom a 47-esen Algyőnél. Mit szól ehhez a fejleményhez? Hát ez egy olyan szaga, ami Lázár János igen ritka siker történeteinek az egyikét szeretné majd egyszer képezni talán. Ugye tudjuk, hogy például a Szegedi Tiszahidat hányszor megígérték, és hogy még mindig nem készült el. Tehát ha úgy tetszik, akkor ez egy legalább 20 éves történet. Lázár Jánosnak is vannak ilyen hosszú távú elképzelései, emlékszünk arra, amikor a 2030-as évek végére ígérte, hogy betiltja a dohányzást, legalább a 18 évesek számára, vagy emlékszünk arra, amikor sírmegváltási díj eltörlést, meg az összes templom felújítását ígérgették, tehát nem vagyok benne biztos, hogy mikor fog megvalósulni, az már biztos, hogy Lázár Jánosnak az az ígérete, amit 2022-es kampányában tett, nevezetesen, hogyha ő rá szavaznak a körzetben élők, és hát ő rá szavaztak, többségben, akkor 2026-ra már új híd lesz, új négysávos híd lesz Algyőnél. Ez egészen biztosan hazugság lesz. Tehát nem lesz 26-ban új híd. A mostani bejelentés szerint majd tervek lesznek 27-re talán. Tehát az a mostani bejelentés még csak arra vonatkozik, hogy tervek lesznek. Nyilván emlékszünk arra, hogy ez neki személy szerint is egy fontos vállalása volt, ezért volt furcsa az, amikor a nagy megszorítások idején 22-23-ban levették az Algyői hidet is a megvalósuló beruházások listájáról, tehát törölték. Pont Lázár János minisztériuma törölte az Algyői híd felújításának projektjét is a nem is tudom, 500-valahány projekttel együtt. Majd utána sietve, ez a sietve ez azt jelenti, hogy talán fél év, egy év késéssel, de ugye nem gyorsabban bejelentették ott, hogy lesz, mégiscsak, elnézést ezt nem veszük le, ez mégiscsak lesz, és akkor most egy nagy csindadrattával bejelentik, miután bejelentették talán egy éve már, hogy mégis lesz híd, akkor most bejelentették, hogy na, megint csak bejelentik, hogy mégiscsak lesz, de minden egyes alkalommal csak egy hírt hallunk arról, hogy majd lesz, majd lesz, majd lesz. Most 2029-re ígéri a híd elkészültét. Igen, csak hát azért mondom, hogy az ígérete az volt, hogy 24-re elkészül. De 26-ra. Tudom, ugyanez, 26-ra, bocsánat, 26-ra, volt korábban is, de mondjuk 26-ra, így van. Ez olyan, mint amikor a Tremtrént is, én nem is tudom hányszor, vagy a Vásárhely elkerülőt hányszor ígérték meg, és aztán sok-sok évvel később valósult meg. Hát úgy, ahogy. Tehát a Tremtrén is egy jó példa volt, az indokoltságát mindenki belátja, azt hiszem, ennek a beruházásnak. Lázár János is sokszor elmondja, hogy 15 ezer jármű halad át a jelenlegi hídon naponta. Ehhez képest épültek olyan Dunahidak, ahol ennél sokkal kevesebb jármű megy át naponta. Igen, hát nem tudni, hogy miért, de valóban például a Kalocsa és mondjuk Paks egyszerűség kedvéért között megépült új Dunahíd az egy ilyen beruházás. Ott ugye 20 kilométerre délre már Szekszárd és Dusnok-Sükös között volt egy híd, vagyis az is egy új híd, szintén egy olyan híd, ahol minimális a forgalom. Én nagyon szeretném, hogyha nem csak ezek a hidak, hanem az utak is megépülnének hozzá, mert persze indokolt lenne az, hogy mondjuk az M9-es autópálya, vagy az M8-as autópálya. M8-as az még azt mondom, hogy szakaszaiban talán épül, az M9-es autópályánál inkább csak megrajzoltak egy útvonalat. Bár emlékszem, évekkel ezelőtt legalább 5-6 éve járt nálam a 47-es útnak a négysávosításával kapcsolatosan egy bizottság, és a terveket ott is készítették, a nyomvonalak jelöléséről tárgyaltunk. Hát a nyomvonalnál sokkal tovább, még az sincs szerintem véglegesítve, de legfeljebb odáig jutottak, és ez is a Modern Városok programban volt egy Orbán Lázár ígéret. Egyelőre nyoma sincs a Hódműzővásárhely-Debrecen közötti négysávos 47-es útnak, sőt, hát eléggé rossz útszakaszok vannak sajnos, különösen Debrecen és Békéscsaba között.
De hát emlékszünk ugyanígy a Szeged-Szabadka tramtrénre, a szerb oldalon már villamos felsővezeték van ezen a vonalon, sajnos csak egy sima vasútvonalról beszélünk, tehát nem erre jött a gyorsvasút, ami hát szintén nem nagyon épül. A Röszke és Szeged közötti szakasz például nincs villamosítva, és csak ezért nem tudnak villamos szerelvények járni arra, villamos mozdonyok járni arra. De hasonlóképpen a Békéscsaba Szeged közötti vasút villamosítása is egy ilyen régi ígéret volt, amit nem tettek meg. Most annyira sok probléma van, hogy a MÁV az összeomlás szélén áll. Ugye az, hogy kiállítsák a járatokat és elinduljanak, az is óriási problémát okoz. Több ezer vasút szerelvény esik ki, hibásodik, meg járat hibásodik, vagy indul késve, érkezik meg késve, tehát teljes összeomlás szélén van a Magyar Vasút, ugyanúgy sajnos, ahogy a kórházak egy klíva meghibásodás miatt kell halasszanak műtéteket, betegek 32 fokos hőségben vannak a kórteremben, tehát a teljes katasztrófa a szélén van Magyarország. Ehhez képest az, hogy most egy hatalmas költséggel egy szükségtelen, vagy nem a legindokoltabb hidat építik meg, az legalábbis magyarázatra szorul. Már a Kalocsai hídról gondol, igen, és tehát, nem az Algyőire. Nem az Algyőire, az indokolt szerintem is, a Szegedi is indokolt lenne, ehelyett, ezek helyett például a Kalocsán építettek egy hidat, nem tudom, hogy milyen megfontolásból, de hát a kastélyok felújítása, majd magánkézbeadása is fontosabb volt, mint hogy az emberek ne halljanak meg tömegével a magyar kórházakban. Szerelik a klímákat a Kovács Kőriben, erre utalást tett egyébként a korábbi beszélgetésünkben is, de éppen tegnap forgattunk a Híradóval, zajlik a munka, lehet, hogy ma be is fejezik. Ma vagy holnap be fogják fejezni, tehát ezen a héten már a Kovács Kőri ebédlőjében klímázott helyiség lesz. Filmvetítés is lesz, ugye ott rendszeresen gondoskodunk a bentlakóknak a szórakoztatásáról, és ez érezhetően az élet kilátásaikat is javította. Azt látjuk, hogy az egészségesebb, kiegyensúlyozottabb, boldogabb élet hosszabb életet is jelent. Nem csak lelki egészség, a fizikai egészség is javul akkor, hogyha jobb körülmények vannak. A porcelán étkészlet és a fém evőeszközök, a higiénia javítása, az odafigyelés javítása, az istentiszteletek miségbe vezetése, a lelki életnek a támogatása, ez mind-mind olyan lépés volt az elmúlt fél évben, ami számunkra is és a bentlakóknak is nagyon sok érdemi javulást eredményez. Az döbbenetes számomra, hogy a porcelán étkészlet és a fémevő eszköz az csak most. Hát most, igen, korábban a bentlakók alap szolgáltatás. Korábban a bentlakók saját műanyag edényeiket használták, de valljuk be, hogy azt nem lehet higiénikusan tisztán tartani. 70. őszi tárlat, elkezdték a zsűrizését a több mint 500 alkotásnak az értő szakemberek. Mi a város szerepe az őszi tárlat évről évre történő megrendezésében? Hát Hódmezővásárhely egy kiemelten művészbarát, művészetbarát város. A testvérvárosi kapcsolataink jelentős része egyébként művészeti vonalon szövődött, Zenta, Nagybánya. Ugye ez festőiskolák közötti kapcsolat hozta létre ezeket a testvérvárosi kapcsolatokat is. Nyilván, hogyha a kerámiára kiterjesztjük, akkor már Valoriszt is ide lehetne sorolni. Tehát ez mindenképpen egy meghatározó aspektus a város életében, a kultúra megjelenése a Hódmezővásárhelyen, a művészet, ezen belül nyilván a képzőművészet különösen is. Ezt a hagyományt folytatjuk most, és ünnepeljük a 70. évfordulót. Ugye ez is egy nagyon nagy dolog. Gajasi Miklós múzeumigazgató bábáskodása mellett indult útjára ez a sikerszéria, és az, hogy most a 70-et is megtartjuk idén, ez mindenképpen, vagy a 70-es évfordulót megtartjuk, ez mindenképpen egy nagy dolog. Ezt meg méltóképpen fogjuk megünnepelni. Mind a mai napig Budapesten kívül ez a legjelentősebb, leghosszabb ideje fönnálló, rendszeresen megrendezendő művészeti esemény, és a legmagasabb összdíjazású művészeti esemény, amihez a város is több mint 10 millió forinttal járul hozzá. Tehát csak a díjaknak az összértéke alapján is a vidéki művészeti seregszemlék között az őszi tárlat az egyik legjelentősebb. Ennek a rendezője ugye a Tornyai János Múzeum, és most ott az intézménynél egy energetikai lépést is megtettek. Napelemek bekapcsolása történik? Meg így van. Hát ugye most már a BFMK és a múzeum is egy intézményrendszer, és ennek is minden egyes épületére napelemeket szereltünk, szereltettünk, és most a
bekötése és innentől kezdve az áramhálózatban működik, és nekünk a legfontosabb aspektusa ennek az, hogy mostantól kezdve spórolunk is, az eddig felszerelt napelem most már működni fog. Úgyhogy ez valóban egy előrelépés, mi ezt minden egyes épületünkön meg szerettük volna tenni, még a Városháza műemlékvédelmi hatósági egyeztetések okán húzódik, mindenféle terveket kérnek és a többi, de hamarosan a Városházára is szeretnénk felszerelni, itt is a határidők egyeg. Egy fényképet jelentettek meg a Gyors Hír, vagy az Ön oldalán, nem is tudom már, Gémesi György kerékpáros szerelésben látható ezen a fotón. Gémesi Györgyről, Gödöllő polgármesteréről, a MÖSZ elnökéről tudjuk, hogy sportmúlttal rendelkezik, vívó volt, de hát... Azt az unokaöccse bajnok is lett, bajnok vívó, magyar nemzeti büszkeségünk. És de valóban, az meglepő, hogy ő kerékpárral jön Hódmezővásárhelyre. Ő kerékpározik, nagyon nagy távokat leteker, innen Szegedre kerékpárral ment, idefelé a tramtrénnel jött a kerékpárjával együtt szegedi szállásáról, de Szegedre Gödöllőről, Cegléd, Kiskun, Félegyháza érintésével szintén kerékpárral érkezett. Tehát ő nagy sportló, nagy kerékpáros, és ez 68 éves korához azt gondolom, hogy ez egy igen szép teljesítmény. Ő egyébként eredeti hivatását tekintve orvos, úgy lett 90-ben polgármester Gödöllőn, nem csak azóta folyamatosan polgármester, hanem a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke. Én ebben a szövetségben elnökségi tag vagyok, tehát nyilván nem csak engem, Szeged polgármesterét és más településeket is sorra látogatott meg, mint az Önkormányzatok Szövetségének vezetője. Nem kerékpáros ruhába érkezett, és a tárgyalás sem így folyt, de induláskor átöltözött kerékpáros gúnyába, és valóban azt gondoltam, hogy ennek van egy pozitív üzenete, hogy a 68 éves, fantasztikus életúttal rendelkező sikeres polgármester 68 évesen még kerékpárral megy át vissza Szegedre. De akkor önkormányzati ügyekről is szót váltottak? És sőt, elsősorban a Magyar Önkormányzatok Szövetségének a folyamatos megújítása és szerepének kiterjesztése volt a témánk, annál is inkább, mert van ugye több önkormányzati érdekképviseleti szervezet van, van a BÖSZ, mint a budapesti önkormányzatoknak, a kerületi önkormányzatoknak a szervezete, van a belégóvárosoknak a szervezete, amelynek szintén tagja Hódmezővásárhely, vannak a kisvárosi, falusi szövetségek is. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége, mint a legrégebbi és az egyik legjelentősebb, bár mostanában kevés fideszes tagja maradt a szövetségnek, nyilván politikai okból sajnos sokan kiléptettek sok tagot annak idején a MÖSZ-ből. Annak ellenére, hogy Gémesi György mindig is jobboldali, konzervatív, jobbközép személyiség volt, az MDF-nek országgyűlési képviselője is volt, de sajnos a politika az beárnyékolta ezt annak idején, és volt egy olyan szervezet, aki szerintem a legjelentősebb, legnagyobb taglétszámú mindenképpen, ez a TÖOSZ, Települési Önkormányzatok Országos Szervezete. Ennek a szervezetnek sajnálatos módon a Schmidt-Jerő nagyon kedves fideszes vezetőjét és annak helyettese Pápa polgármestere volt, még mindig az, de sajnos a választást elveszítette Schmidt-Jerő, tehát ott is a fideszes vezetőt leváltották, a lelnöke. Ez érdekes, hogy azt mondja, hogy sajnos. Azért sajnos, mert egy nagyon jó önkormányzati szövetség volt, és szeretném, hogyha ez továbbra is ezt a funkciát be tudná látni. Ráadásul a helyettese szintén fideszesként Pápa polgármestere volt, ahol szintén az ellenzék győzött és elveszítette a polgármester úr a választást. Tehát így aztán a helyettese és a vezetője is ennek a TÖOSZ-nak, a jelen legnagyobb szervezetnek, a önkormányzati érdekében szervezetnek, az hát elveszítve a választást, nyilván nem lesz a önkormányzati érdekvédő ennek a érdekes volt Schmidt Jenő működése, hiszen fideszesként is azért gyakran szót emelt a kormány intézkedéseivel szemben az önkormányzatok mellett. És pontosan, amikor egy önkormányzati érdekvédelmi szervezetről beszélünk, akkor ilyen vezetőkre van szükség. Mi a Medjugóvárosok szervezetében szeretnénk ezt a funkciót ellátni, de Szita Károly a maga szintén 30 éves polgármesteri múltjával nem a kormány elleni küzdelemél harcosa. Nyilván ő rendkívül lojális a Fideszhez, és ebből a szempontból a MÖSZ vezetőjeként ő nem szokott felszólalni
például Hódműzővásárhely érdekében, amikor Vásárhely egyedüli megyegyúvárosként nem kapott támogatást a kormánytól, ami nekünk járt volna. Tehát ez az igazságtalanság, ez a törvénytelenség ellen Szita Károly nem szólalt föl. És bár Schmidt Jenő sem maga szólalt, hogy nyilván Gémesi György igen. De Schmidt Jenő nem tette ezt meg, de Schmidt Jenő más esetekben volt annyira bátor és tisztességes, hogy igenis az önkormányzatok érdekét képviselte a kormányzati érdekkel szembe. Egy önkormányzati érdekképviseletnek ez a feladata. Itt nem azt kell nézni, hogy Fidesz-Fidesz, és hogyha én fideszes vagyok, akkor a legnagyobb az emberséget, meg jogtalanságot is el fogom tűrni. Nem. Itt, hogyha teljesen tisztességes szándékkal, de központosít a kormány, akkor az önkormányzatoknak akár azonos pártállású vezetői, azok a saját városok, a településük önállósága, a jogkörének megtartása miatt hivatalból tiltakozniuk kell. Tehát én azt várom el egy önkormányzati szövetség vezetőtől, hogy még ha azonos pártállású is a kormánnyal, és egyébként jó, ha azonos pártállású, mert talán hamarabb meghallgatják. Tehát Schmidt Jenőt ilyen szempontból is sajnálom, hogy nem fogja folytatni ezt a munkát, hogy ő igenis tudott felszólalni, de ugyanilyen Cserpalkovics András, akit én nagyon biztatnék arra, hogy a Megyegyúvárosok Szövetségének a vezetését akár pályázza meg Szita Károllyal szemben, mert én azt látom, hogy Cserpalkovics András a Megyegyúvárosok fideszes tagjaként is hajlandó volt már a kormánnyal szembeni álláspontot megfogalmazni az önkormányzatiság érdekében. Kultúrtér folytatódik a hétvégén, változatlanul a Hősök terén. Most mi lesz a program? Igen, hát egyrészt a Kossuth téren a kivetítőn eddig a futballt lehetett nézni, most az olimpiát. Tehát a Kossuth téren is van kulturális rendezvény, nevezetesen az olimpia főbeseményeit követhetik majd kivetítőn. Másrészt pedig nyilván arra is tekintettel voltunk, hogy a Fekete Sasban gyakran ezeken a szombati esti alkalmakon lakodalomban ilyen rendezvények vannak, és a két rendezvény mondjuk ne zavarja egymást, ezért is került a Hősök terére a Kultúrtér sorozatnak elég sok eleme, vagy elég sok eseménye. Most 19 órakor Kunavali és testvérei Klasszikusok könnyedén című előadás kezdődik, tehát a szombati 19 órás kezdéskor klasszikus zenét, mint Mozartot vagy Strauss lehet hallgatni 21. századi, még mindig komoly zenei feldolgozásban, ami népszerűsítő célú. A primadíjas előadók azok ebben az új feldolgozásban szeretnék közelhozni a klasszikus zenét a mai közösséghez, tehát ez egy népszerű komoly zenei előadás lesz. Én nagyon remélem, hogy sokan fognak eljönni, tehát a Hősök terére szombat este 7 órakor, és ezt követően Gojdár Tamás vagy Tom Gojdár, vásárhelyi zenész, korábban Budapesten a Joker Caféban lépett fel, aztán egy egészségügyi probléma okán tolószékbe kényszerült, de mint látszik nem adta fel a zenélést, a hobbit, és Hódműzővásárhely nagyon büszke arra, hogy ráadásul vásárhelyi szülöttjének, Gojdár Tamásnak egy lehetőséget biztosít visszatérésre a zenei tehetségének további kibontakoztatására. Tehát nagyon nagy szeretettel és büszkeséggel hirdetem és ajánlom mindenkinek a figyelmébe Tom Gojdárnak. A House és az Underground Records, Budapesti Underground Records, House és Underground stílusú zenei produkcióját. Tehát este 8 órától Gojdár Tamás, Tom Gojdár fog fellépni. A jövő héten a Vásárhelyi Televízió egy élőadásait tekintve szünetet tart, tehát híradóink egy hétig nem jelentkeznek, és az időben műsora sem jelentkezik. Egy picit tekintsünk előre augusztusra, Vásárhely milyen programokat kínál majd. Nyilván ezt meg fogjuk augusztus első heteiben is ismételni, de néhány elemét talán érdemes már kiemelni, előre elmondani. Egyet értek, hát nyilván a politikai eseményekről előre nem tudunk beszámolni, mert nem tudjuk, hogy mik lesznek kulturális azok. Kulturális eseményekre gondoltam. A strandot egészen biztosan szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmében, nagyon jó körülmények között, és nagyon méltó jó helyen van ott bárki ilyenkor nyáron a strandon. Az építkezések is, a járdaépítések is folytatódnak Vásárhelyen, a főtér építése remélhetőleg addigra már a közbeszerzésünknek a pályáztatási szakasza is indul, az ebrendészeti tele pályázata is indul, azt már mi feladtuk még, amikor a minisztériumban engedélyezik, a minisztériumhoz tartozó közbeszerzési hatóság
pontosabban engedélyezi, akkor meg fog jelenni az ebrendészeti terep kiírása, a Kossuth térnek a felújítására pályázatunk is. De akkor valóban térjünk rá arra, amit előre betervezünk, és amit nem utólag fogunk beszámolni róla egy ajánlásképpen. Először is augusztus 3-a, 4-e hétvégén szombat és vasárnap Chili Fesztivál lesz. Szintén változatos programokkal, de ugye ez már a most kihelyezett bódékra a Kossuth téren lehet sejteni, hogy elindulnak újra a fesztiválok vásárhelyen. Az augusztus 20-i fesztiválunk a Szent István Napok, borfesztivál és kulturális programok. Augusztus 16 és 20-a között lesznek. Ugye tavaly először egy 10 napos fesztivál sorozattal próbálkoztunk, most az, és nagyon sikeresen, fantasztikus siker volt a tavalyi 10 napos Szent István Napok. Most két fesztivált rendeztünk, volt egy sörfesztiválunk még május legvégén, és most a 16 és 20-a között, ha úgy tetszik, tehát 5 napos fesztiválunk lesz a Kossuth téren. 16-án akkor kezdjük azzal, hogy az talán a leghíresebb az összes közül, az Experidence-nek az Omega Gyöngyhajú Lány produkciója fog színpadra kerülni Hódmezővásárhelyen, tehát az Experidence-nek a Gyöngyhajú Lány produkcióját nézhetik meg a vásárhelyiek 16-án. 17-én Szabó Balázs bandája, Rudán Joe akusztik és Bebe és a Huligánok fognak fellépni. 18-án a Hollywood Rose és a Depresszió produkcióját láthatják, 19-én Republic koncert lesz, Tarnai Kis László fog fellépni még ezen kívül, 20-án pedig a hagyományoknak megfelelően Szegedi Szimfonikusok opera, operett és musical műsora, Déter Enikő és Kónya Krisztina, valamint Szélpász Szilveszter, Mészáros Árpád Zsolt és Buch Tibor fognak majd énekelni. Egyébként a városi koncertfúvós zenekarunk is föl fog lépni, és a Crystal Dance Club táncosai fogják még szórakoztatni a vásárhelyeket. Tehát mind az 5 nap fergetegesen érdekes, színvonalas, szórakoztató műsorral készülünk a Szent István napokra. Remélem, hogy megint nagyon nagy sikere lesz vásárhelyen. Lesz-e augusztus 20-án tűzijáték? Hát az idejében nem lesz tűzijáték, ugye már több éve azt vezettük be, hogy az állatvédők és a tűzijátékot kedvelők között egyikében egyik csoportnak, másikében másik csoportnak kedvezünk. Itt általában ugye azt kell figyelembe venni, hogy jóval többen vannak, akiket érdekel a tűzijáték és szeretik, semmi más produkció nem visz ki annyi embert a Kossuth térre, mint a tűzijáték. A másik oldalt egy talán kisebb, de sokkal hangosabb csoport, ugye az állatvédők vannak, akiknek probléma mindig a tűzijáték, és valami kevésbé hangos, kevésbé látványos ünneplést javasolnak augusztus 20-án, úgyhogy idén nekik kedvezünk. Az olimpiát ugyan említette a kivetítő kapcsán, de kezdődik az olimpia követie személyesen, illetve hát egy becslést is kérnék, hogy mire számíthatunk a magyar csapattól? Hát én nem értek hozzá nyilvánvalóan. A sajtóban azt olvasom, hogy 2-3 arannyal lehet számolni optimista esetben, és ilyen 10-20 közötti éremmel. Most szándékosan mondom, hogy nagyon elnagyoltam, tehát nem szeretnék se indokolatlan optimista, se pessimista lenni. Mindenképpen szurkolunk a magyar sportolóknak, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy vásárhelyi úszó is Ugray Panna személyében részt fog venni az olimpián. Úgyhogy nagy büszkeségeink a magyar sportolók, a vásárhelyi sportolók különösen. Sok sikert nekik! Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, nézőinknek a figyelmet köszönjük. Időben 2 hét múlva lesz legközelebb, viszontlátásra!